Kevés futballista mondhatja el magáról azt, hogy már életében legendává vált. Albert Florian ezen kevesek közé tartozott, a játékosként csak a Ferencvárost erősítő, a szurkolóktól császárbecenevet kiérdemlő háromszoros gólkirály 1967-ben elnyerte a legjobb európai játékosnak járó aranylabdát. A világ és Európa bajnokságokon parádézó, olimpiai bronzérmes 75-szörös válogatott, a nemzet sportolójaként 70 esztendősen hunyt el az elmúlt év októberében. Az Albert Florian Alapítvány egy országjáró kiállítással igyekszik minél szélesebb körnek bemutatni a császár életét. Tavasszal fogalmazódott meg a gondolat a Szegedi Múzeum részéről, ugye Szegeden igen erős a ferencvárosi kötődés, és a Albert Florient is nagyon sokan ismerték abban a térségben, és a Szegedi Móra Ferenc Múzeum volt az első, aki jelentkezett, hogy szívesen rendeznének egy Albert Florian kiállítást. Ehhez a család a hozzájárulását adta, és az alapítvány segítségével, a Ferencvárosi Tornaklub segítségével egy valóban méltó, őrá jellemző kiállítást sikerült összehozni. Az életútját követi ez a kiállítás, és hát azok az emberek is megismerhetik Albert Florient, akik mondjuk nem látták őt futballozni, legfeljebb úgy ismerték, mint sportembert, mint az egyetlen magyar aranylabdást, azonban ezen a kiállításon az embert is megismerhetik, hiszen olyan személyes tárgyak is kiállításra kerültek, például, mint a katona ládája. Az Albert Florian életét bemutató kiállítás ünnepélyes megnyitója szeptember 23-án vasárnap 13 órakor lesz a Nyírbátori Kulturális Központban, majd 15 órai kezdettel a Ferencváros öregfiúk futballcsapata lép pályára a helyi együttes ellen.